Következő riportunk főszereplője egy fiatal csantavéri lány, aki már gyermekkora óta vonzódott a rajzolás és a festészet iránt. A csendes befelé forduló alkotás helyett azonban művészetét inkább az emberekkel való közvetlen kommunikáción keresztül szerette volna kiteljesíteni. Szülőfalujában nyitott hát tetováló szalont Cvitko Beatrix. A szabadkai községhez tartozó Csantavéren a kiskertes házak és a ráérősen tereferélő emberek a falu érzetét keltik az ide látogatóban. A messziről látható monumentális templom azonban a nagyvárosból érkezőt is elbűvöli. Ez a kettőség mintha az itt élők életét is meghatározná. Csantavéri kuriózum például, hogy három tetováló szalon is működik a faluban. Az egyik tulajdonosának, a 26 éves Cvitko Beatrixnek ott jártunkkor éppen a munkájához szükséges kellékeket hozta a gyorsposta. Ezek a sminktetováló festékeim. Istenem, de szépek. Megérkezett a várva várt objektív is a fényképezőgépéhez. Sokkal minőségesebb és jobb képeket tudok vele készíteni. A tetoválásról is, meg amúgy is. Nagyon jó. Én azzal reklámozom magam, azt teszem fel az Instagram oldalamra, azt teszem fel a Facebook oldalamra is, és nekem fontos az, hogy kitűnjön egy kicsit a tömegből, mert most feltesz a másik tetoválós egy képet, akkor ne úgy nézzen ki. Mégis munkája legfontosabb kellékei a tűk, olyanok, mint festőművésznek az ecset, csak hogy drágábbak, mert csak egyszer használhatja őket. Hasonlóakkal dolgozott egy szegedi szalonban is, amikor még tanult a mesterséget. Esztétikai korrekcióként szemöldököt, ajkat és mellbimbót is tetovál. Azoknak a nőknek például, akiknek mellrákja van, és el kellett távolítani a mellét, vagy bármi ilyen hasonló, hogy úgymond az önbizalmukból elvettek egy kicsit, hogy én azt vissza tudjam adni. Mondjuk sokszor ezt gondolom a szemöldöknél is, mert nagyon sokunknak van olyan, hogy kevés szőr van ott, nincs vége, vagy hasonló, és teljesen más lesz az arcunk, hogyha ott van egy szép, szimmetrikus, az archoz illő szemöldök rajzolva. Beatrix már egészen fiatal korától tehetséget mutatott a rajzoláshoz, festészethez. Arról álmodott, hogy rajztanár lesz szülőfalujában, ezért iratkozott a Szegedi Tudományegyetemen a festészetre. A festészetben viszont mindig éreztem egy olyan dolgot, hogy nekem kell valami más, valami plusz hozzá. És én akkor jöttem erre rá, amikor elkezdtem tetoválni, hogy a plusz az az, hogy én annak az embernek a testére tetoválok, és annak az embernek a testére teszek egy olyan mintát, ami örökre ott marad, és egy hatalmas bizalmat ad nekem, és ez az a plusz, ami nekem hiányzott. Én nagyon szeretek az emberekkel dolgozni, szeretem, hogy itt vannak körülöttem, hogy beszélgethetek velük, és ők adják nekem azt a pluszt. Egy vászon valószínű nem fog. Gyakran éppen ezért a saját művét tetoválja a kuncsaftra. Ha elém raknak egy tetoválás mintát, akkor én abból 10 adatot már rögtön tudok mondani, hogy hú, ez így lehetne, ez úgy lehetne. Hogyha egy vásznat raknak elém, akkor rögtön megyek a realisztikusra. Akkor valamiért inkább azt szeretném festeni, amit látok. Így a tetoválásban meg úgy érzem, hogy szabad vagyok. És hogy ezt az vendégeim is úgy érzem, hogy szeretik, mert hogy akkor biztosan egy egyedi dolgot fognak kapni tőlem. Így teljesedik ki Beatrixben a művészi alkotó és dinamikus énje. Első kuncsaftja az édesapja volt, mégsem volt lámpaláza, hogy valamit elront vagy fájdalmat okoz neki. Az volt az érdekes, hogy egy pillanatig nem volt bennem félelem. Szóval annyira éreztem azt, hogy nekem ezt kell csinálnom. Amióta megvan a szalonja, azt mondja, kevesebbet fest. A tetoválás az, ami leköti és a képzelet világába röpíti. A festészet realitása számára. Azt akartam ezzel sugallani, hogy itt van a maszk, abban jó, hogy a szemünkkel kommunikálunk. Bármi van a szemünkkel, ott van. Nem hiába a lélektükre. És azt akartam ezzel a festményemmel is mondani, hogy nézz a szemembe, hogy az ott van minden. Feltűnik, hogy bár a tetováló mesterek bőre általában agyonra van rajzolva, a fiatal művésznőn egyet sem látok. Megnyugtat, hogy azért van néhány, csak jól el vannak rejtve, és mivel ő maga álmodozó típus, mindegyiknek üzenete is van. Márpedig úgy tűnik, be is váltak, mert Beatrix megtalálta élete álomhivatását, mégpedig szülőfalujában, Csantavéren.